Meredeken zuhannak a nemzetközi tőzsdék a koronavírus járvány miatt. A közgazdászok szerint akár 350 milliárd dolláros kárt is okozhat a világgazdaságnak az egészségügyi vészhelyzet. Világszerte 100 000 fölé emelkedett az ismert fertőzések száma. A betegség már több mint 3400 halálos áldozatot követelt, és átterjedt a Vatikánra, Szlovákiára és Szerbiára is. Már a Vatikánban is van egy koronavírussal fertőzött beteg, ami nem csoda, miután a pápai állam alkalmazottainak többsége Rómában lakik. Kevés a látogató, csak azok járják az utcákat, akik nem aggódnak. Ha megtesszük a megfelelő intézkedéseket, akkor nem lesz gond, vélekedett egy spanyol turista. A járvány miatt elmaradhatnak a húsvéti szertartások a Vatikánban. Olaszországban, a járvány európai gócpontjában csaknem 3900 fertőzöttről tudnak. Ráadásul egy nap alatt 41 halálos áldozatot követelt a koronavírus, amely már az összes olasz régióra átterjedt. A kormány 7,5 milliárd eurót különített el az érintett családok és vállalkozások támogatására. Nem csak egészségügyi, hanem gazdasági vészhelyzettel is szembe kell néznünk, fogalmazott az olasz kormányfő. Németországban is terjed a járvány. A tegnapi 349-ről mára 534-re nőtt az esetek száma. A következő napokban, hetekben pedig tovább emelkedik majd a betegek száma, mondta a Robert Koch intézet vezetője. A betegek több mint fele a legnépesebb német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában van. Franciaországban több mint 420 fertőzött és 7 halott van eddig. A francia elnök szerint elsősorban a leginkább veszélyeztetett generációt kell védeni. Tudom, hogy nagyon nehéz, de lehetőleg ne látogassuk idősebb szeretteinket, javasolta Macron egy idősek otthonában. Ez pedig már a palesztin hatóság, ahol az elnök 30 napos vészhelyzetet hirdetett, miután Betlehemben 7 fertőzöttet találtak. Az iskolákban és felsőoktatási intézményekben tanítási szünetet rendeltek el, bezártak az óvodák is. Elnéptelenedtek a muszlim szent helyek is. Ezeken a műhold felvételeken jól látszik, hogy a járvány kitörése után drasztikusan lecsökkent a zarándokok száma a mekkai Kába kőnél és az iráni síta szent helyen Komban is. Ez pedig már San Francisco, ahol egy óceánjárót helyeztek karanténba a partok közelében, több ezer emberrel a fedélzetén, miután többen influenzára jellemző tüneteket produkáltak. A teszteléshez szükséges felszerelést az amerikai parti őrség helikopterrel juttatta el a fedélzetre. Az már most egyértelmű, hogy a világjárvány óriási gazdasági károkat okoz. Esnek a részvényárfolyamok a nemzetközi tőzsdéken. A japán tőzsdeindex például fél éves mélypontra zuhant.